Bernarda egy női darab, tehát kellenek hozzá jó táncos nők, ez az első. Ugyanakkor pedig leginkább a téma izgatott ennek a darabnak ez a bezártsága, a füllett levegője, az elfolytásokból adódó igazi feszültségek. Nem is annyira a darab menete, nem a Lorca mű igazi megvalósítása színpadon, ez korosztályosan is ugye okozna gondokat, hiszen a megírt darabban Bernarda 60 éves, a legidősebb lánya pedig 39, nem ennyi idősek a táncosaim, így választottam azt a megoldást, hogy Bernarda nincs is igazából a színen, látjuk őt egy kicsit, de olyan, mintha bezárná egy szobába az ő lányait, és a lányok közötti konfliktusról, a kitörési vágyakról szólna a dolog. A zene azért érdekes nekem, mert hiszen ez Manuel de Falla zenéje, aki a spanyol nemzeti zene egyik legnagyobb alakja, és ami érdekesség, hogy ők ugye Lorcával nagyon jó barátságot ápoltak, a Falla idősebb mester volt, és tulajdonképpen tanítványaként, zenei tanítványaiként is foglalkozott Lorcával, és egyfajta szellemi vezetője is volt, ő vitte be a szellemi elitbe. Picassoval dolgoztak ők együtt, vagy éppen Salvador Dalival és Buñuel, tehát a legnagyobb gondolkodók közé vitte be Lorcát egész fiatalon. Tehát szerintem izgalmas dolog az, hogyha Manuel de Falla egyik legismertebb balettzenéjét, az El Amor Brujo, azaz a Bűvös Szerelem című balettzenét használom, hiszen ez már egész fiatal korában hallhatott Lorca, és biztos, hogy azért is tisztelte és szerette ezt a zenét, mert a mesterének a zenéje. Tehát ez a két személynek, és ennek a korszaknak, és ennek a területnek az összefogása, vagy összekapcsolása, az nekem izgalmas játék, hogy ezt Lorca hallhatta, ezt a zenét, ennek az andalúz életérzésnek, a flamenco életérzésnek egyfajta hangulat ebben a zenében benne van. Egyszerű gondolkodás eredménye a díszlet, hiszen adott hozzá Tim Bernarda abba háza, akkor valamiféle zártságról, egyfajta összezártságról beszélünk, tehát azt kell kitalálnom, hogy mi az az építmény, ami ezeket a lányokat nem engedi ki egy bizonyos térből, megadja ennek az egésznek a hangulatát, ugyanakkor pedig belelátunk nyilvánvalóan, mint egyfajta kukkolók. Így lett az, hogy ez a plexi ház lett az eredmény. Egy kicsit ugye ez egy ilyen meleg ház is, ugye, és ezt a füllett levegőt, amit mi csak elképzelünk, az andalúz melegséget, de azt most itt ez mégiscsak létrehozza. Nekem nagyon izgalmas volt, hogy egy ilyen kifelé vágyó erőt, azt valamiféle fallal lezárjuk, hogy akkor mégis kilássunk rajta. Ezek ugye eredetileg a Lorca műből adódó felvetések, hiszen például ugye a főszereplő fiatal lány Pepe Románóval, az egyetlen megemlített férfival a darabban, hogy az ablakon keresztül létesít kapcsolatot, akár testi kapcsolatot is, tehát ez ennek a megjelenítése az nekem fontos volt.